Második alkalommal tartották meg a város diákparlamenti ülését Nyíregyházán. A diákparlamentben 2016. január 25-e óta Bán Dáriusz, a Kölcsey Ferenc gimnázium diákja látja el a diákpolgármesteri tisztséget. A fiatalokból álló testület tevékenységének egyik alapja, hogy minél érdekesebb, színesebb programokkal járuljon hozzá a városi diák élethez. Szeretnénk ezt ilyen hagyományteremtő célra is továbbadni a következő diákpolgármester, alpolgármestereknek. A célja az egész az is, hogy a fiatalok el tudjanak jönni, és egy struktúrált párbeszéd formájában el tudják mondani a problémáikat, véleményeket különböző témákban. Ezért is hoztunk létre vagy 8 darab szekciót, mint például a DÖK, diák élet, kultúra, közösségi terek, esélyegyenlőség, diák sport, és ugye természetesen ezekben a szekciókban többféle témát is kitagolnak, tehát elég átfogóan fogják tudni kibeszélni problémáikat, véleményeiket. Az ülésen ezeket átbeszélik, és amennyiben reálisak, a lehetőségeket a szekcióvezetők összefoglalják, és továbbítják Nyíregyháza polgármesterének. Általában programokra vonatkoznak ezek a javaslatok, ennek megfelelően például beépítettük a Hello Nyíregyházába, lesz a diákoknak egy külön fóruma, lehetősége. Vonatkoznak különböző fejlesztésekre is természetesen, amiket figyelembe veszünk, és az egyéb lehetőségek mérlegelésével meg is fontolunk. Azt nyilván a diákoktól nem lehet elvárni, hogy ők képbe legyenek, hogy milyen EU források, pályázati lehetőségek és milyen egyéb problémák vannak egy-egy beruházás indítása előtt. Az ifjúsági terület folyamatosan változik, új koncepciók és új célok jönnek létre. Ezért a 2015-ös ifjúságkutatást idén ősszel megismétlik, hogy átfogó képet kapjanak az ifjúság jelenlegi helyzetéről és az elmúlt 3 év alatt történt változásokról. Fontos újítás az ifjúsági alap létrehozása. Elsőként lesz lehetőség ifjúsággal foglalkozó szervezeteknek különböző programokra pályázni. Ennek a kerete 1 250 000 forint. Tegnap a bizottság döntött a pályázati felhívás elfogadásáról, elfogadta. Ez a jövő héten megjelenik a napi újságban, illetőleg a honlapon. Úgyhogy szeretném felhívni erre a figyelmet, hogy innentől kezdve meg lesz határozva, hogy meddig lehet a pályázatot benyújtani, viszont az egész éve vonatkozóan, tehát december 31-ig megvalósítandó programokra lehet majd pályázni. A következő diákpolgármester választást március 20-án tartják majd.